Te Pista, hogy áll a te drótod? Most se lett jobb. Felöltöztesselek én téged? Várjál, berakom ezt ide. Ne lakjál be semmit. De most rágomboltad az ingedet, és kívül lóg a drótod. Eddig Pista egy olyan változás lenne az életedben. Átértékelni lett csomó dolgot. Pista szétszette a mikrofonját neki. Elálltam tőle. Hát momentán még. Majd én megcsinálom, én régi barátja vagyok. Megcsinálom. De nem érted ezt az egészet. Oda be kell alá nyomni ezt, úgy mindent alá. Be akarod ezt csukni? Nem tudom. Pelenka rajtad van? Reggeliztél már? Ebédet rögtön kérsz? Akkor játsszál szépen a járókán. Itt van ez a szemüveg, ezt harabd el. Puszi! Dénes Elek lenti vállalkozó 120 darabos italkollekcióját lefoglalta a hatóság, mivel azokon nem volt zárjegy. A vendéglős 26 évig gyűjtögette a különleges csomagolású külföldi italokat. Ebből kiderült, hogy hihetetlen találékony volt a hatóság. Berontottak, elvittek mindent, kiöntöttek, értesítették, hogy az üres üvegekért jöhet és visszavihetik. Azt nem értem, hogy ilyenkor, ilyen esetekben, hogy a francba tud ennyire hatékonyan működni minden hatóság, amikor ilyen vételen pasikat, ilyen nevetséges helyzetben kell elkapni. És ugyanezek a hatóságok mit tudnak szórakozni a székellyel, a várhelyivel, meg a többivel évekig? Ti ezt meg tudjátok magyarázni? Mindenhova fordult ez az úriember, és mindenütt az, hogy azt a végzést, hogy a vámhatóság az helyesen járt el. Most nekem van egy barátném, aki egy kosaras lány volt, ezért ugye nagyon nagy növésű, és a lába se kicsi, 44 és feles, nem nagyon kap ilyen cipőt, és ezért ki szokott járni Bécsbe, és egy autóba, ahol a barátaival kimentek Bécsbe, és vett, ott is csak egy bolt van, meg azért ugye nagyon könnyen nem adódik az ilyesmi, és vett magának két csinos, kicsit magas sarkú csizmát. 44-eset? 44 és feles. Miért életem? Hát nehezen csinosabb 44-eset. Pedig hogy... ne haragudj, nekem 41-es lábam van, én tudom, hogy azt lehet jól csinálni, igen? Csak ezt jó kell tudni csinálni. Nem ugyanaz, mint egy 35-öst fölfújni. Nem ugyanaz. Na, ezen vitázhatunk. Na, én tudom. Igen, a... Tényleg nem, most ezen nem. Ezen most. A lényeg az, hogy a vámos azt mondta két cipőre, hogy miután egy fazon, bár két különböző szín, ezért azt mondta, hogy ez kereskedelmi mennyiség. Nem a nőre mondta magára a Nem. Ez egy kereskedelmi mennyiség? Cipőről jutott eszembe, hogy volt a 100 fok Celsiusnak bizonyos ellopott csizmája, és én az előbb felfedeztem a közönség soraiban a Litvai Imrét, a 100 fok Celsius tagját. Mi van a csizmákkal? Hát meg lett néhány csizma. Na. Látjuk, igen. Ott van az egyik. És bevallom őszintén, hogy én ma vettem föl először, mert eddig csak szemeztem vele a szobában, nem tudtam, hogy kivel fogok egy cipőbe járni, és hogy ennek mi lesz a következménye. Azt még most se tudom, de most nem is akarom levenni, mert itt mellettem egy kis mama van, és hát szülés még nem volt a heti hetesben, úgyhogy... Úgyhogy majd csak este tudom megmondani, hogy kivel jártam egy cipőbe. Nyíregyháza környékén. Egyébként nem tudom, hogy mire használták, mert hogy ott nagyon kevés cowboy van állítólag Szabolcsban mostanában. De nem mert... hallottál a Máté Szalkai Dakotákról? Nem. Nem indián cowboy. Cowboy. Esetleg orvos tudná használni, mert látod itt a hegye, ezzel ilyen azonnali gyors aranyér műtéteket lehet egy rugással elvégezni. A magyar nyelv őrzése, megóvása és a beszédgyógyítás volt a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság neurofoniátriai szekciója múlt heti első kongresszusának... Aki ezt a szót ki tudja mondani, már tagja is lehet a bizottságnak. Neurofoniátria. Mi akarsz tenni? Logopédusz. Múlt heti első kongresszusának fő témája, amelyen csaknem 200 logopédus, foniáter, ideggyógyász és nyelvész vett részt Budapesten.
Pataki László, a társaság elnöke elmondta, az ülésen többek között határozatot hoztak a médiában tapasztalt, nem egyszer vulgáris kifejezésmód ellen. Mi a szar? Látom, hogy lesz nekik önálló heti hetes szakosztályuk. Igen. Felolvasom igen, nektek igen. Az e-heti megbüntetett... Minden gyógyász mit keres? Aranyos vagy. Igen. Elnézést, hogy a szabadba vágtam. Hát nem csiszunk valami. Társadalom, tudósok, itt kussoljanak! Mondja! Nem, csak fel... Hát de most már... Kis csönd legyen, és akkor onnan tudunk vágni. Beintesz majd nekik, hogy röhögjenek, olyan jó. Nem, nem most! Nem. Folyén ad is ennyit ér, látod? De nekem minden fordítva működik, én azért jó, ha van egy ideggyógyász, nem? Csak most, úgy? Nem. Most, ne viccelj már, tényleg nem? Nem jó már. Nem? Nem, hát el lett baszol, amikor beleszúrtam. Na. Imádlak, ne viccelj. Emiatt. Hát, nem, tényleg, de ez olyan sértő. Sok éves üldöztetésed elejében nézél most. Isteni lett volna. Olyan poént talán. Nem. Nem. De jó, nem mondod el, de már mesélj róla. Órákig ültem otthon, mondom, erre mit kéne, és egyszer csak... Hát egy csoda jutott kacatán eszembe. Sajtó. Három mondat, mi, hogy? Isteni, isteni. Jövő héten is jöjjenek el. Jaj, de jó poén. Baszd éppen telefonát. Jó, nem, az csak a szívem, fáj a szívem. Na. Borzaszt. Jaj, de szar érzés. Húj, de rossz érzés. Jogszabálysértőnek és diszkriminatívnak... Ez volt egy jogszabálysértő viselkedés. Jogszabálysértőnek és diszkriminatív. Hagyd ne kelljen még egyszer ki... Tényleg, most már én olyan ideges vagy. Én addig haza nem nézd megyek, meg amíg így remegek. Látom, hogy annyit. Jogszabálysértőnek és diszkriminatívnak minősítette Lenkovics Barnabás, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosító. Hiába jössz a Lenkovics Barnabással, mert itt egy olyan fájdalom történt, amit nem tudunk kiheverni. Semmi, sem ő. Sem ő. Becseszor, nézd rám, Andis. Hát milyen iszi, az egész műtélet. Biztosan. Rohadt három mondatra készült. Felolvastam anyámnak, apám, ilyen nélkül. Tehát olyan jó. De látom, jó, hogy olyan rossz állapot. Nem van száj, és rakom az egész szart, elfogom. Tényleg van itt ideggyógyász? Vagy csak vicceltet? Nem, csak egy rossz érzés. Hát olyan állapotban van. Pont a Lacitól, akit imádok, tényleg. Feleségét is, sajnos ő. Országgyűlési biztosa mindegy, most már, de a mozgáskorlátozottakra kilót parkolási díjakat. Parkolási díj, amikor nem tudok elmondani ezt, isteni poén. A fővárosi önkormányzat főtanácsadója... Lehet, hogy ebbe olyan nagy rögés lett volna, mind elájulna. És a centrum parkolási Kft. Nézd meg, hogy tiszta víz a kezem. És hiába érezzük, hogy ezzel el tudjuk húzni a végét. Ez csak volt. Midet keresed? Semmit, a Pista is ki van, neki is van. Mi esett a mikrofon? Te olvasod azt a hírt, mert te olyan vagy, mint a étteremben a népi zenekar. Hogy beszélgetünk, te meg szólsz. A Centrum Parkolási Kft. Ügyvezetője a mozgáskorlátozottaknak kiadott igazolványok tömeges hamisítását hangsúlyozta, és megoldásként új okmányok kiadását szorgalmazza. Köszönöm a hozzászólásokat. Egy fekete maszkos ember hajnali kettőkor kezében fegyverrel a jobbágyi benzinkutast a napi bevétel átadására szólította fel, de be kellett érnie 10 000 forinttal. Az semmi, de a jobbágyi benzinkutat... Botrány az operában. Egyébként már harmadszor rabolták ki. Köszönöm a hozzászólásokat. Lángoló érzelmektől vezérelve már több mint egy hónapja egymáshoz láncolt... Ő már azt hiszi, hogy ez a híradó már. Több mint egy hónapja egymáshoz láncolta magát egy dél-afrikai pár. Igen. A Gaboni Jean-Claude és kedvese Rozin, még éjszaka is, összebili... Rozin... Tudom, hogy nem szabad így visszautalni, meg előreutalni. Rozin, még éjszaka is, összebili... Szegény Nellitől megint kaptunk egy levelet. Hogy őt miért nem engedi?
Anyuska, nálad van az a gyógyszer, amit lefekvés előtt 5 perccel szoktunk berönni? Rozin még éjszaka is összebilincsel, bokával alszik. Na nem. De klassz. Vannak helyzetek, amikor az ember szabotál. Ugye? Például mondjuk ezek a szociliberális traumatológiai intézetben azok is. Most ott ez Ribillió vagy Rebellió? Adjál békén. A Danubius rádióban lehet jegyeket izé. De ne kapcsolják, mert ott is a jáksó van. A telefonszámunk 061-382-2144. Cím Budapest 1119, Fehérvár út, Fehérvári út, mindegy, 8995. Heti 7-es kukac www.rtl.hu. Kalcium is volt benne, és az olyan forró, de jobb lesz, jobb lesz. Üljél egy 5 percet. Maguk is még üljenek 5 percet. Mindenki megjönnek. Jövő héten majd a jáksó elköszön. Addig csókolom a kezüket, viszont látásra. Köszönjük. Köszönjük szépen. Talán emlékeznek, hogy az elmúlt adásban Imi és András annyit szórakozott velem, hogy én egyszerűen kimentem, és akkor a Pista megígérte, hogy majd elbúcsúzom. Telefonszámunk 061-388-2144, cím Budapest 1119, Fehérvári út 8995, az e-mail cím heti7es@rtlclub.hu, weboldal www.rtlclub.hu. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra. Látom! Jó estét kívánok! Igen? Múlt héten nem voltam itt, de ez a rövidített változat tényleg jó. Mindenki azt kérdezte tőlem, tényleg megsértődött a jáksó? Mondom, sajnos nem. Pedig hát, na jó, megjegyzem a Go SMS magazin szavazásán, amelyen összesen 30 ezeren vettek részt, a 7 embere én lettem. Emlékeztetek vissza, szarhetünk volt, az biztos.